Üdvözlöm Önöket! Mai beszélgető társam egy olyan ikonikus személy, akiről a régi polgári Szabadka ismert családjai vagy a zsidó közösség jut eszünkbe. Sokan rabbinak vélik. A szabadkai zsidó hitközség korábbi elnöke, szakmáját tekintve közgazdász. A szubjektív mai vendége Halbror Tamás. Halbror Tamás, üdvözlöm! Itt a nappaliában mi ez? Ebédlő? Ez ebédlő. Ez az ebédlő, és úgy van berendezve, hogy néhai apám hagyta rám, tehát a családi portrék, ugye ezek a szobát falai díszíti, apám nagyon büszke volt, és talán be is mutatom a családomat. Hát legyen szíves, mert hogy az önöké az egyik legtekintélyesebb zsidó család itt Szabadkán, és az ősöket látjuk itt a falon, gondolom. Igen, és erre büszke is vagyok. Akit látunk, az ő jött Szabadkára a 19. század elején, úgy Halbror Jánosnak hívta magát, bár eredetileg Jónás volt, de akkor a zsidókat nem anyakönyvezte, és a keresztényeket se az állam, hanem a templomok anyakönyveztek, és akkor világi nevén mindenki úgy hívta magát, ahogy akarta. Tehát a Jónási apám egyszerűség kedvéért Jánosnak hívták, nem volt kereskedő. Minden zsidó kereskedő volt, vagy ilyes valami, de nem volt se kisiparos, nem volt sem kereskedő, hanem birkákat tenyésztett Észak-Magyarországon, és lehajtotta ide Dél-Magyarországra. Na, az se egy rossz üzlet. Nem, bár Apostagon született, az a Duna mellett egy kis falu, most sem nagy falu, Budapestről délre a Duna mellett, és Szabadkán vett földet, ahogy akkoriban mondták, zsebszerződés volt, mert zsidónak akkor még nem lehetett ingatlan vagyona, de előre látható volt, hogy előbb-utóbb engedélyezni fognak. Földet vett, földbirtokos lett, és tekintélyes ember volt, és jótékony volt, megborotválkozott, mert úgy gondolta, hogy ez a modernizáció egyik jele, hogy modernül öltözködik, és borotvált legyen, mint egy polgár, és ne legyen zsidós sem a megjelenése, de vallásos volt, és vagyonából fiú árvaházat alapított ebbe az utcába. Fussunk tovább, gondolom, igen, ők nagyanyja, csak úgy rövide. Is volt, igen, elegáns ésszerekkel. A dédapám Halbror Mór, igen, büszke vagyok rá. Ő az első olyan ősöm, aki főiskolát, vagyis egyetemet végzett, méghozzá mezőgazdaságit, ami akkor nagyon-nagyon ritka volt. Ugye ilyen tudományok nem voltak ezen a vidéken, csak Németországban, meg Hollandiában, természetesen Németországban végzett. Ahogy mostanában az orvosok, a diplomálása nem volt kész az egyetem, hanem 2 évet kellett cselédkedni, vagyis ingyen dolgozni, nem otthon, hanem másnak a földbirtokán. Halbror Mór dédapám Törökországot választotta, és 2 évet dolgozott török nagybirtokosnál, mint gyakornok, meg is tanult törökül, ami szintén egy ritka dolog volt. Sokáig éltük apám, és ugye addig nem örökölnek, míg az apa él, úgyhogy volt ideje társadalmi problémákkal is foglalkozni, megtanult angolul, ami ritka volt. Akkor a német volt, meg hány a francia. Beszél? Gyakorlatilag német, török, angol, magyar, gondolom. És szerbül is beszélt, mivel a Rigyicán lévő apjának a földjén ott gazdálkodott. Nem bunyevácul tanult meg, mindkét Szabadkán, hanem szerbül. A Halbror Mór nagyon fontos ember, mert ő volt a szabadkai zsidó hitközség elnöke, és a képviselője az első magyar és egyetlen, ugye, de akkor nem tudták még, csak úgymond első magyar zsidó kongresszuson, ami nagyon fontos dolog volt az egész Pannonmedence zsidóság részéből, illetve mint egy millió magyarul beszélő zsidók számára, és akkor döntöttek fontos kérdés, és akkor hasadt meg a zsidóság, ugye, hogy
ortodoxok akarunk lenni, vagy neológok, illetve vallásosak, vagy modernisták, vagy mennyire modernisták. A dédapám a modernizmus képviselte, és ő döntött arról, hogy a szabadkai zsidó hitközség egy modernista legyen, és hogy ne legyen a zsidónak kötelező fekete-fehér ruhába járni például, hanem lehet színes, és nem kötelező a zsidónak csak kétféle tudomány, vagy orvosi, vagy ügyvédi, hanem egy zsidó is tanulhat bármit, amire kedve tartja. És akkor itt vagyunk egy középső kép előtt, aki a nagybátyját ábrázolja. Igen, az Miklós nagybátyám, aki egy színes egyéniség volt, spedíciója volt, és mint a többi halból is borzasztóan dolgos volt. Ugye gazdag apától született, de ő még különösen meggazdagodott, és a két világháború közt, ahogy mondanák, mindenki ismerte Szabadkán. És akkor kedves édesapja? És édesapám, Halbróri József, aki szintén mezőgazdasági mérnök volt, és mellette van a falon a diplomája, Halleba, amikor apám a diplomát, akkor volt az egyetemnek a 400 éves évfordulója, tehát egy igen régi egy európai egyetemen, ahol Röntgen volt a fizika tanár, stb. És édesanyám Leyer Alice. Édesapámra is az a karakterisztika, hogy rendkívül dolgos ember volt, önmagát állandóan dolgozni hajtotta. Talán megmutatnám, ha már a falon vannak, nagybátyáim, sokan voltak testvérek, vagy többen is, Imre nagybátyám, aki szintén Halleba doktorált, biológiát, életében egy napot sem dolgozott. János báty, így van. János nagybátyám jogvégzett volt, és elesett az első világháborúban, és részt vett a szerbek elleni potyörökféle hadjáratba is. Tamás, ez miért van, ahogy így végignézünk a képeken, hogy hát ma azt mondhatnánk, hogy kemény hím soviniszta módon a férfiak mind nagy keretet kaptak, a hölgyek pedig mind kis keretet? Akkoriban ez volt a divat. És különösen a zsidóknál a vallásba és általában a közszereplésbe a nőknek minimális szerepük van csak. Az én vallásom a férfiak hite. Tamás, ide, ahova most elvezetett minket, hát ez egy nagyon picike kis helység gyakorlatilag. Ez Lószerszámnek raktár volt. És mert mikor éltek önök? Itt éltünk a 1948-tól kezdve, ugye, mert a akkori ugye, szocialista hatalom úgy gondolta, hogy egy burzsújnak, ugye, aki ugye túlélte a háborút, meg a deportációt, ez megfelelő hajlék két gyermekkel. Ugye ez egy ablaktalan, illetve egy tetőablak volt csak, és, de boldogan és szegénységben éltünk négyen. Mennyi ideig tartott ez? Ez tartott így 19 évig. Apám beperelte és kiperelte a házából a Decsé Jászlet, amit magyarul mondanak, hogy napközi gyermek otthon. Ahogyis bölcsöd. Hát Tamás, ahogy hallottuk itt az ősöket felsorakoztatva, azért itt is meg kell állapítani, hogy a zsidók híresen jól bánnak a pénzzel. Ez genetikai vonalon öröklődik, vagy tehát ezt lehet tanulni? Nem lehet tanulni. És nem tűnik nekem úgy, hogy az őseim jól bántak a pénzzel, hanem egyszerűen szorgalmasak voltak. És ezek nem gyors meggazdagodás volt. Ha nem jött közbe valamilyen nagyon nagy esemény, akkor körülbelül 15 évenként tudták megduplázni a vagyonukat. A mezőgazdasági munkából, ugye 19. században ipar nem volt, viszont ahogy dicsekedtem volt, ugye, ők tanult emberek voltak, tehát ismerték a vetőforgót, és ipari növényt is vetettek, tehát nem buza, kukorica, krumplin próbáltak pénzt keresni, hanem a komló nevezetű ipari növényen, ami igen értékes, amihez nagyon kell érteni, tehát a szőlő az gyerekjáték, vagy alma gyümölcsös, a komló érzékenységhez viszonyítva, viszont
az őseim nagyon jól értettek a komlóhoz, és a komló körülbelül 10-szer annyi jövedelmet hoz egy bizonyos földterületen, mint hasonló mennyiségű búza vagy kukorica. Akkor ezt a logikát követve azt is elmondhatjuk, hogy Tamás viszont nagyon jól ért az alkoholhoz, hiszen közgazdászként az Orkában dolgozva egy idő után aztán megnyitotta az italüzletét gyakorlatilag. Igen, de ez nem egészen úgy volt, hanem mivel én a reális szocializmus idejében hamar, egy 30 éves koromban rájöttem, hogy elértem a karrierem zenitét, illetve hogy több mint egy önálló előadó, azt úgy mondtuk akkoriban szerbi, hogy szamosztáni referent, annyi több nem lehetek, pártag nem vagyok, keményfejű vagyok, és világos, hogy ellenzéki vagyok, és világos, hogy vallásos vagyok, és viszont könyveket olvastam, és minden asszony életében van egy pillanat, minden férfi életében van egy pillanat, amikor 40 éves lesz, és egyszerűen érdekelt, hogy Istenem, ki is vagyok én. Sok könyvet olvastam el a hitemről, sokkal többet, mint bárki más, talán Szabadkán, vagy bármelyik zsidó ex-Jugoszláviába. Egyszerűen érdekel, hogy vajon az mit is ér. Ugye, hogy a reális világba ér az valamit, vagy nem ér. Ugye? És a feleségem, büszkén mondom, a feleségem betámogatott, és 40 éves koromra elhatároztam, hogy privát leszek, lesz, ami lesz. És ugye egyből rájöttem, hogy nem értek semmihez. Ugye, azon felül, hogy tudom, hogy mikor jön el a messiás, de ezen fél, ugye, és akkor nem olyan sokáig, de mondjuk egy 3 nap alatt rájöttem, hogyha csomagolt italt árulok, abból olyan nagy baj nem lehet, mert nem romlik meg, meg nem cipő, akkor az kimegy a divatból, vagy ruha kimegy a divatból, ugye. Egy sört előbb-utóbb megveszik, legfeljebb nem keresek rajta, ugye. Nem értettem a szeszes italokhoz, meg a szeszmenethez sokat, mivel puritán módon voltam nevelve, csak vizet ittam, még új évkor se ittam pálinkát, meg ilyeneket, bort, sört sose ittam, a borból tudtam, hogy van vörös, van fehér, de nem tudtam, hogy a tömeg, széles néptömeg, hogy melyiket iszza, melyik nem, és elég gyorsan leültem, és elég gyorsan megtanultam, mi az, hogy borvidék, meg szárazbor, édesbor, ugye, hogy mit isznak az emberek, a festett italokat, stb., és ezt elég jól csinált. És az például azért van, hogy a fiai is ugye közgazdászatot fejlesztett, mind a kettő? Mind a kettő. De ez nem volt kívánságműsor, Tamás? Tehát nem az volt, hogy apa, én ezt szeretném, és akkor ön azt mondja, hogy gyerekem, nem kívánságműsor, tessék közgazdászatot tanulni, ebből meg lehet gazdagodni. Nem, én tudományos, nem nevetjük a riportot, tudományos, ezt komolyan kell beszélni, tudományos alapon próbáltam a gyerekeket nevelni, ugye? Mert zsidók vagyunk. Tehát megszületett a gyerek, ugye Bethlehem Brunótól, meg most is megvan a könyvek, ugye a mesék jelentése, elolvastam a könyvet, ő a világ ilyen vezető gyermekpszichológusa volt, és 90 évesen öngyilkos lett. Mi mindig nem érte, hogy lesz egy világ, a legjobb gyermekpszichológus, hogy lesz egy gyilkos. Amúgy meg 90 évesen. És 90 évesen. Nem lehet megérteni. Amerikába élt egy német zsidó. Elolvastam, hogy milyen meséket kell mondani, stb. És akkor, amikor a nagyobbik fiamtól, mikor érettségit befejezte, megkérdezte, hogy mit szeretnék tanulni, és nem szugeráltam valóban. És hát azt mondja, nem tudja. Mondom, melyik tantárgyat szereted legjobban? Mondja, hogy a művészettörténetet. Ugye? Hát mondom, nem ismerem a gyerekemet, ezek szerint festő szerette lenni, vagy valami ilyen. Mondom, neked te festő szeretnél, nem. Akkor mi szereted? Az, hogy a csinos a tanárnő.
Hát igen, egy fontos szempont akkor. Vízisten, mondom, mit tanulnál? Hát mondja, hogy a szülőkre távozik, hát amit mondasz. Mondom, akkor írjál be közgazdaságot, akkor még Karl Marxnak hívták Budapesten a közgazdasági egyetemet, most már Corvinus a neve. Úgy gondoltam, hogy boldoguljon valaki életbe, tehát úgy, hogy pénzt keressen, két dolgot kell tudnia. Kell tudni a matematikát, megérteni a matematikát, és angolul kell tudni. És a többi az már csak jön magától, ugye? Igen, a többi az már kisipar, és a kisebbik fiam is, akkor ugyanígy beírt. Tehát ő, amit a bátya, ugye, azt akar a kisebbik gyerek, tehát angolul nyelven kell tanulni, mert tehát annélkül nem itt boldogulni. Akár itt dolgozik, akár bármelyik ország a világnak, jó angol nyelvtudás nélkül nem lesz sikere. Azt említette Tamás, hogy elég erős vallási neveltetést kapott, és akkor gondolom, hogy ezt igyekezett átadni a fiainak is. Igen. És ezt mennyire lehet például itt Szabadkán hitelesen tenni, ahol egy viszonylag kis számú zsidó közösség van? Attól függ, hogy hányan vannak, hányan nem. Én valóban beleszülettem. Tehát nekem borzasztó egyszerű esetem volt, meg most is. Nem voltak kétségeim az felett, hogy van-e Isten, vagy nincs Isten, és sosem gyötörtek ilyen problémák, vagy kétségek, hogy helyesen teszem-e, vagy nem. Egyszerűen készténynek vettem, miként az ember lélegzik, hogy számomra a legfontosabb dolog az, hogy az Isten lát engemet, és hogy van, és tőle függök, és hogy velem az Isten jó indulatú. És elolvasván később könyveket, ugye a zsidó ember, ha a gyermeke születik, ezt a gyerekeimnek is később elmeséltem, meg másoknak is, akkor a gyermekét olyan szeretettel és figyelemmel babusgassa, mint egy királyi herceget. Hiszen a világ 36 igazon áll. Tehát a világon nem volna 36 igaz ember, nem feltétlenül zsidó, akkor a világ egyszerűen összeomlana. Ugye, mint mondjuk a palicsi fürdő, ha nem állnának az oszlopok, ugye, akkor össze egy-két oszloppal lehet kevesebb, de van egy minimális számú oszlop, ami ha nincs, akkor összeomlana a palicsi női fürdő. Ugyanígy a világ összeomlana, ha nem volna 36 igaz ember. Az a 36 igaz ember nem árulhatja el, hogy ő az egyike, bár ő tudja, ugye? És akkor az ember a fiú. Ha az ember fiút ugye nevel, akkor azt gondolja, hogy Istenem, ugye? És úgy gondolok, hogy nem, hogy most ugye világhíró orvosprofesszor lesz, vagy Nobel-díjas fizikus, hát, ha ő egy Lamed Wolf lesz, egy igaz, ugye? De most már ugye tudom, hogy nem. Ugye? De ez nem baj. Tehát az életem nem éltem le értelmetlenül. Mert a gyerekeimet úgy neveltem, hogy ők vigyék tovább a reményt. Hogyha a gyerekük születik, hát ha az Lamed Wolf lesz. És ez a lényeg. Tehát én biztos vagyok benne, tehát ismerem a gyerekeimet, hogy tőlem függetlenül őszintén, tradicionálisan vallásosak. Tehát a fiam, ha egyedül is van Pesten, én tudom, hogy minden héten és minden ünnepen templomban megy. Nem kényszer alatt, lelki kényszere van, hogy ez szükséges, és lelki kényszere van, hogy ezt ne titkolja. Én reális szocializmus alatt sem titkoltam soha, hogy én vallásos vagyok, így meg láttak is, meg nyilvánosan imádkozni. 22-23 évesen kiderült, hogyha én nem temetek el egy zsidót,
akkor nem lesz vallási temetése. Kiderült, hogyha én nem leszek a zsidó hitközség előimádkozója, akkor nem lesz ima, mert voltak a templomba idős zsidók. Járt 15 ember, abból 7-8, 90 és 100 között volt, és 5-6, 80 és 90 között volt, volt egy 75 éves, meg én mondjuk rá 23 évesen. Ugye? És tudtak ők mindent, és oktattak engem, és már apám, anyám nem élt, és annak ellenére jártam. Igaz, mondták, Tomi, neked menni kell apát, stb. Stb. Ugye? De ugye, aki tudott állni egy órát, az nem látott. Aki látott, az nem bírt állni. Ugye? És a többi. De oktattak engemet keményen, és ezek mind igen vallásos fiatalságuk és gyerekkoruk volt. És ez így kell, így kell, így kell. Hogy miért kell, avval nem foglalkoztak. Ne törődj vele, ezt így kell csinálni. Úgyhogy, hogy miért kell, azt nekem kellett könyvekből, és tehát zsidó tudós professzoroktól, rabiktól megkérdezni, hogy miért is, ugye? Mert hogy kell, arra kioktattak. És tehát emiatt is lettem privát, ugye, ahogy mondottam, mert érdekelt, hogy ez a felhalmozott tudás egy ilyen transzcendentális tudományágból, hogy vajon a hétköznapi életben ére. És ér, mert tehát, mint a sportolónak a tréning, nem is az a fontos, ugye a futballista tréningen nem csak folyton a labdát rúgdossa, hanem fut meg, tornázik meg, stb. Stb. Úgy van talán az ész is, ugye? Az a fontos, hogy az ész használva legyen, gondolkodásra használatra legyen, és az elolvasott könyvek bármilyen témára hozzásegít, kivéve ugye ócska szerelmes regényeket, ugye, de hozzásegítenek ahhoz, hogy megfelelő döntési stratégiánk legyen, ha érthetően fejezem ki magam. És tulajdonképpen ettől függ minden. A helyes döntés hozatala is. A vallási témájú könyvek is hozzásegítenek ehhez, de a más témájú könyvek is bizonyára hozzásegítenek. Úgy szerintem, aki csak szép irodalmat olvas, és mondjuk rá érzelgő szerelmes verseket, bizonyára az is sokba hozzásegít annak az egyénhez, ahhoz, hogy jól tudjon gondolkodni. És Tamás ezt tovább gondolta, ugye egyik fia Pesten van, Dávid itt van, nem tudni, hogy itt marad, nem marad. Vajon mi lesz a halbrórok sorsa? Unoka még nincs? Sajnos nincsen unokám, de ugye a remél hal meg utoljára. Remélem, hogy lesz, és talán nem lesz olyan sanyarú sorsom, hogy ne legyenek unokáim, meg pláne fiú unokáim. És az én, tehát a vezeték nevem igen ritka, ugye gyakorlatilag csak az én családom Szabadkán, bár ezen a néven éltek, tehát mondjuk rá 1800-ban már apostagon, és az ük nagyapámnak voltak ugye unokatestvérei annak idején apostagon, és azoknak vannak leszármazottai, tehát ez a vezeték névvel. Jó, de Szabadkán önök az egyetlen. Igen, de tartom a rokonságot, tehát ilyen nyolcad ági unokatestvérekkel is. És ők is nagyon örülnek, hogy unokatestvérek vagyunk. Tehát akkor akár Szabadkán, akár Pesten, de lesz folytatás. Igen, van. Tamás, köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánok erőt, egészséget majd a jövendő unokákhoz.